Megkezdődött a női kézilabda bajnokság, és sajnos az Albafehérvár KC nem tudott meglepetést okozni a Ferencváros otthonában. Jó estét kívánok a mérkőzésről, illetve egyáltalán a bajnoki rajtról, meg a bajnokságról, illetve a felkészülés mikéntjéről az Albafehérvár KC vezetőedzőjével, Deli Ritával beszélgetek. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, estét kívánok. Hát nem sikerült meglepetést okozni, pedig nagyon fogadkoztatok. Az, aki nem látta a meccset, csak annyit látott, hogy ugye a vártnál talán egy picit nagyobb különbségű lett a vereség, ugye 32-18, tehát 14 góllal kaptatok ki a Fradi otthonában, tehát aki megnézte mondjuk a statisztikát, az mondjuk azt is látta, hogy 26-os kiállítási arány volt, ez mennyire volt döntő? Hát ez volt az egyik része nyilván a vereségnek, az utóbbi, amit említettél. Nem játszottunk jól, tehát ez tény. Nagyon-nagyon sok technikai, illetve eladott labdával játszottunk. Külön választanám a két fél időt. Az első fél időben egy kicsit álmatag, megilletődött Ferencváros pályán, talán kicsit nyuszi módjára kezdtünk, és utána egy védekezést váltottunk, és ezzel megközelítettük két gólra a Ferencvárost. Ott úgy tűnt, hogy ismét megtaláltuk azt a módját a védekezésünknek, illetve a támadó játékunknak, ami eredményes, és hát már az első fél időben gyakorlatilag volt egy védekezési megmozdulás, ami ugye Nere Apena ellen irányult, és ott tehát volt egy kisebb fajta összezördülés. És Ele Gábor által nagyon fölháborodott, igen, hogy bántják a játékosát, és innentől kezdve túlságosan tisztelték. Gyakorlatilag az történt, hogy hozzá se lehetett érni a Ferencváros játékosaihoz, de ez egy része volt a történetnek. Hogyha annyira durvák és kemények lettünk volna, akkor annak én örültem volna legjobban a keménységnek, hiszen akkor az azt tükrözte volna, hogy nem kapunk 30 fölötti gólszámot. Úgyhogy közel nem voltunk annyira kemények, mint amennyire kellettek volna ebben a pillanatban a játékosaim. A védekezés volt az egyik része a vereségnek, a másik része pedig az a fajta pontatlanság támadójátékban, az eladott labdák, technikai hibák, lépés, vonal, támadófalt, ami gyakorlatilag két mérkőzésnyire való hibát tudtunk összegyűjteni, úgyhogy azt gondolom nem csak a Ferencváros, hanem más csapat ellen sem tudtunk volna nyerni. Sokkal szebb lett volna, hogyha egy szorosabb, egy jó mérkőzést tudunk játszani, mert az ad egy olyan fajta hitet a csapatnak, hogy rendben, egy BL-ben szereplő csapat ellen játszottunk, de úgy kijátszottuk magunkat, és ez nem volt benne a mérkőzésben. A másik fél időben pedig azt gondolom, hogy ott volt 6 darab kiállításunk. Tehát gyakorlatilag 12 percet töltöttünk megint emberhátrányban. Ott teljesen szétesett már mindenfajta a védekezés, támadó játékunk, bármivel is próbálkoztunk, ott már nem volt magabiztosság. Úgyhogy még ilyen mérkőzés nem volt, megmondom őszintén, hogy két piros lappal zárjuk 3-2 perces kiállítás után Olga Gorsonyina és Janás Zsinkásztya is kipontozódott. Úgyhogy hát ez is hozzátartozott az erre nagy arányú vereségünkhez. És említettél még valamit az elején, hogy a Fradi pályán picit megilletődött volt a csapat. Hát most azért már nagyon sok légiós van itt Fehérváron, és azért őket olyan nem azért fizeti egy klub, hogy megilletődjenek egy Fradi pályán, azért ez szerintem az így elmondható. Mert azt, hogy mondjuk a magyar játékosok picit másképp állnak egy Fradi vagy egy Győr elleni meccshez, nyilván média egyáltalán tényleg a Fradiról és a Győrről szól a magyar női kézilabda, de hogy a légiósoktól nem ezt várná az ember. Nem, abszolút nem, és én ezt nem is hangsúlyoztam ki szándékosan, pontosan ezért, hogy ezt a fajta berögzött magyar mentalitást, ami gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az új hetesektől már benne van, hogy húha, a Fradival játszunk, akkor most úristen, ők biztos ufók, és ez nem is, részemről nem is volt kihangsúlyozva, de mégis van egy olyan atmoszférája, egy olyan nyomás, akár a Ferencváros részéről, akár a most, hogyha mondhatom, a játékvezetőknek a ténykedését is, tehát egy olyan fajta tisztelet, amit nyilván ők kivívtak maguknak, de ez ellen nem tudom, ez pszichés is, valami tudatalatti is lehet benne, de nyilván nem csak ezzel szeretném magyarázni, de azért ez is benne van. Tehát egyszerűen annyira szétestünk, hogy
Ez egy szegmense volt nyilván a vereségnek. És akkor beszélni egy picit a másik szegmensről, ami engem már évek óta bosszant, ez a játékvezető kérdés. Hogy tényleg ez ma még mindig kell 2017-ben működjön, hogy egy vezetőedző beruhan a pályára, és fölemeli a hangját a játékos a védelmében, és onnantól kezdve megváltozik a játékvezetői fölfogás, és ennek nincs semmiféle kontrollja a szövetségben, játékvezetői ellenőr, vagy bizottsági szinten. Tehát ez egy nonsens valahol. Én annyit jeleztem a mérkőzés végén. Nyilván én is szólok, hogyha olyan történik, hogy például egy eklatáns példája volt, hogy ahogy a játékvezető sípol, le kell rakni a labdát. Most a Ferencváros játékos, amíg szaladt vele 3 métert, ez az első fél időben történt, nem történt kiállítás, én ezt nehezményeztem. Másik fél időben a játékosom nem rakta le azonnal a labdát, azonnali 2 percet kapott. Tehát ugye ez csak egy része ennek a történetnek, és én azt jeleztem, hogy én azt gondolom, hogy a nemzetközi tendencia, a belülvédekezést, az előnyszerzést a hatoson belül, azokat azonnal büntetik oldalról történő lökéseket. És ezek én azt gondolom, hogy egy oldalúan voltak megítélve, és lehet hibázni, nincs is ezzel probléma, hiszen emberek vagyunk, de amikor nyilván az egyik oldalra tévednek többet, és ugyanazért az egyik nem kap büntetést, a másik viszont igen, akkor nyilván ez egy kicsit feltűnő dolog. Nem gondolnám, hogy ebben szándékosság van, de az a fajta nyomás, amit egy erős klub, egy nagy tradíciókkal rendelkező klub képvisel, nem gondolnám, hogy azért neki előnyöket kell szerezni, és akkor itt térnék rá arra, amit én például nekik mondtam, hogy amikor nemzetközi kupában szerepelnek ezek a csapatok, mint ahogy mi is szerepeltünk tavaly, és saját bőrünkön éreztük, amikor egy BL-ben szerepel ugye 2 magyar csapat, és ott nemzetközi szinten ezeket mind eklatánsan, következetesen lefújják, akkor ott állnak az edzők. Tehát kiszúrnak a Fradival is tulajdonképpen, így meg van, a Győrre is. Így van, és ezt mondtam, hogy gyakorlatilag becsapjátok őket, mert azt gondolják, hogy ez a normális. Holott nem ez, és akkor utána csodálkozunk, hogy nemzetközi szinten gyakorlatilag ezt a fajta megítélést azt nem kapjuk meg. Térjünk vissza a csapatra. Ugye tényleg ez a vártnál talán egy picit csúnyácskább vereség lett, de hagyjuk magunk mögött. Hogy áll most a gárda, hogy látott, tehát mennyi munka van még, ugye azt egy héttel ezelőtt a telefonon beszéltünk, akkor elmondtad, hogy azért van még munka, de azért ott tart a csapat, ahol ilyenkor nagyjából kell tartania. Rengeteg munka van még. Ez egy újonnan épülő, gyakorlatilag lehet választani egy jobb oldal és egy bal oldal. Összerakása, összeépítése történik, hiszen 2 irányító érkezett, Temes Bernadett és Olga Gorsanyina, illetve a védekezésben a 2-3-as pozícióban is új emberkék kerültek be a védekezés tengelyébe. Most ennek az új, nem is tendenciának, de gyakorlatilag amit én szeretnék játszatni ezzel a fajta összetételű csapattal, ehhez nyilván idő kell. Na most ez a Ferencváros, ez túl nagy falat volt ahhoz, hogy most itt minden automatikusan és az a gépezet az úgy működjön, hogy egy porszem sem kerülhet bele. Én azt gondolom, még közel sem vagyunk készen, viszont arra kész kell lennünk, hogy holnap itt a Kisvárdát megverjük, még ha vannak nyilván, amit én tudok, hogy mi az a gyenge pont, az, ami még közel sem működik úgy, ahogy én azt szeretném, és ami én azt gondolom, hogy októberben, novemberben biztos, hogy működni fog. Az én fejemben is le kellett egy kicsit szűkíteni azokat a játékrendszereket, azokat a játékmódokat, hogy a néha kevesebb az több, hogy azokat pontosan tudjuk játszani, és ebben egy kicsit változtattam is, hogy akár az 5-1-6-os fal ellen, hogyha csak a támadó játékról beszélünk, ott tudjunk 3-4 olyan variációt, amit már biztosan tudunk, ebben azt gondolom, hogy már fejlődtünk. És mivel túl sok iskola, orosz, magyar, szerb, tehát többféle nemzetiségből érkező játékosok vannak, amit én azt gondoltam, hogy ez természetes. A videóelemzés alapján az edzések részfeladataiban gyakorlatilag azzal szembesülök, hogy egészen az alapokig vissza kell menni, mert teljesen más rendszerből jövő játékosok vannak, és ezt kell összegyúrni. Mi a legnagyobb feladat?
Hát a védekezés. Mindenképpen a védekezés. Tehát az a fajta megbízhatóság, hogy ő bízzon a mellette lévő védőben, az, hogy elővételezzen, hogy már tudja a másik mozgásából, hogy ő most mit fog csinálni, hogy neki hogy kell besegíteni, be kell segítenie, vagy rábízhatja, hogy abban az egy az egyben meg tudja tartani a mellette lévő védő. Ez a fajta bizalmi helyzet nem azért, mert nem szereti a másik játékost, hanem ezek még azért nem automatizálódtak, ezt gyakoroljuk nap, mint nap, ezeket a páros-hármas kapcsolatokat, és hogyha ezekben tudunk mindig egy picit előrébb lépni, akkor már a lerohanásunk, a védekezésünk többféle variációban is biztos vagyok benne sokkal hatékonyabban fog működni. A kapusposzton mi a helyzet? Ugye ott volt egy sajnálatos sérülés, tehát egy ilyen vészmegoldást kellett úgymond alkalmazni. Igen, hát Herrós is sérült meg, ugye, aki ugye az első számú kapusunk lett volna. Az ő pótlása az gyakorlatilag a felkészülés első hetében kellett, hogy valamit improvizáljunk. Azért azt tudni kell, hogy ilyenkor a kézlabdában már minden csapat készen van, minden játékos azon a helyen van, ahol szeretne játszani, úgyhogy ilyen SOS vonalakon, forró drótokon küldtük az információt, hogy akkor kapust keresünk, és akkor így Barjak Tarovicsot tudtuk leigazolni gyakorlatilag egy 10 napon belül. Hát azt tudni kell róla, hogy ő egy nagyon-nagyon rutinos kapus, egy nagyon sok eredménnyel, olimpiai ezüstéremmel, BL győzelemmel, ő Rostov-Donban játszott 3 évvel ezelőtt, és onnan igazolt Törökországba, ahol azt gondolom, hogy hát egy kicsit leeresztett, és ez nem vonja el tőle azt a fajta tudást, amit ő tud, viszont a fizikai állapot az közel sem volt ott, ahol a jelenleg csapatomban a nyári programjukkal visszaérkezett játékosok voltak. Úgyhogy itt most az egész stáb, gyógytornász, Horváth Hajni, én magam, kapusedző, Sugár Timi, tehát azon voltunk, hogy őt úgy próbáljuk felépíteni, hogy megsérüljön, hanem hogy mindig tudjuk építeni, egyre jobb formába kerül, egyre többet tud segíteni a csapatnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre hasznosabb tagja lesz a csapatunknak. Holnap 6 órát, ugye te már említetted, a Kisvárda érkezik majd a Köfén sportcsarnokba. Hát biztos, hogy a tavalyi szezonban el lehetett mondani, hogy minden idők legerősebb újonca volt a Kisvárda, főleg a téli vérfrissítés után. Hát azóta meg talán el lehet mondani, hogy még tovább erősödtek, hogy más nem mondjuk, ugye Triscsó Krisztina is odaigazolt. Mire számíthatunk? Hát arról, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Én azt gondolom, és most arra is készülünk, hogy megpróbáljuk a kapott gólok számát minimalizálni. Mindenképpen egy nagyon támadó centrikus csapattal fogunk találkozni, nem csak Triscsó Krisztinával, hanem beállós poszton Litrével is erősödtek, aki válogatott játékos Ljubljanából érkezett, illetve irányító poszton Radojevic, aki szerb válogatott, Lavkovval csapattársak a nemzeti válogatottban. Rossa maradt a bal szélen, aki ugye a brazil válogatottat képviseli, illetve Trifa is Békés Csabáról, aki már több csapatban megfordult, Kisvárdára igazolt. Tehát még inkább válogatott szintű rutinos játékosokkal egészültek ki. Színes játékot játszanak, többféle variációban tudnak játszani. Én azt gondolom, hogy ha a domináns embereiket tudjuk semlegesíteni, mert azért azt gondolom, hogy irányító lövő poszton kell, hogy ott nagyon kemények legyünk, és jól tudunk védekezni, akkor én azt gondolom, meg tudjuk valósítani azt a célt, hogy győzünk itthon. Hát úgy legyen. Rápillantva a sorsolásra, ugye gyakorlatilag elmutatott, hogy ebben a naptári évben, mert most majd december 30-án még majd itthon játszik a csapat, de hogy ugye a bajnoki szünetig november 19-ig a holnapival együtt 3 hazai mérkőzése lesz a csapatnak. Ugye tavaly azt mondtad, hogy ugye nagyon-nagyon erős a bajnokság, és nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok, talán ez idén ez még inkább igaz, és tavaly emellé raktad párhuzamban, hogy nagyon-nagyon fontosak lesznek a hazai meccsek. Akkor lehet, hogy talán nem is olyan nagy baj, hogy ilyen kevés hazai meccs lesz az ősszel, mert hogy pont térre állhat össze Isten igazából a gárda, főleg, hogy a Nascimento is fölépül, meg esetleg Herrósi is. Igen, nem csak a hazai, hanem 8 mérkőzést fogunk játszani ebben az őszi szezonban, és most itt ugye a 30. december 30. mérkőzést, hogyha nem számítom.
több szempontból is fontos. Egyrészt több időnk van, hogy mérkőzésről mérkőzésre tudjunk összeállni és javulni. Másrészt azért azt nem szabad elfejteni, hogy Nascimento, aki ugye hát egy keresztszalag sérüléssel érkezett hozzánk, ő nagyon-nagyon keményen edz, és minél előbb szeretne visszaállni. Tehát azt gondolom, hogy ő már akár december 30-án is pályára léphet, akivel még inkább fogunk tudni erősödni. Én azt gondolom, hogy az idő nekünk dolgozik, viszont az eredményességnek a kárára nem mehet. Tehát azt a hazai biztonságot, hogy itthon győztesként jöjjünk le a pályára, azt mindenképpen meg kell tartanunk. Illetve olyan csapatokhoz megyünk, akiknél ugyancsak elvárható az, hogy győzelmi esélyekkel térjünk haza. De most itt neveket, hogyha említek, akár Kisvárd, akár Budaörs, Siófok évek óta komoly csapatokat próbál építeni, azt gondolom, hogy az idei év az, amikor hát sztárjátékosokat igazolt, akár a Debrecen azért még erősebbé vált, tehát mindig azt mondjuk, hogy na, ez aztán a legerősebb év, hát azt gondolom, hogy ez aztán minden évnél a legerősebb kézlabdás női szakágban a legerősebbnek mondható. Úgyhogy itt élethalál mérkőzések vannak, és ez most mindegy, hogy itthon játszunk, vagy idegenbe, de nyilván egy biztonságot a hazai mérkőzések tudnak adni. Mi a cél így akkor ebben a pokolian erős, vagy ahogy te fogalmaztál, minden idők legerősebb női bajnokságában? Hát az egyesület célkitűzése az az, hogy megszerezzük a nemzetközi kupa szereplést érő helyet. Ez a tavalyi évben a 6. hely volt, azzal meg tudtuk szerezni. Az idei évben a 6. hely nem volt elég, mert a Debrecen a Magyar Kupájával ugye megelőzött minket, hiába végzett mögöttünk. Úgyhogy én azt gondolom, megtartani is nagyon-nagyon nehéz lesz ebben az évben, de nyilván ez a cél, és még pluszban előrébb lépni, hogy biztosan akár az 5. helyen meg tudjuk szerezni. Azt gondolom, hogy a realitás az valahol itt van, hogyha hiába szeretnék dobogós helyre kerülni. Én azt gondolom, hogy ahhoz még több időre van szükség, hogy ezek a játékosok összeérjenek, de azt gondolom, hogy a 6.-5. helyez mindenképpen realitás lehet. Vagy ha csak a kupát nézzük, vagy nemzetközi kupát, akkor lehet, hogy kupában egy kis szerencsével még könnyebb is. Így van. Hát ugye a lebonyolítás az először területi alapon működik. Tavaly évben már ez volt az első év, hogy így bonyolították le, tehát nem sorsolták, illetve ki is volt emelve a Győr és a Ferencváros, tehát ők csak a végén csatlakoztak be. Úgyhogy most az első, második körben gyakorlatilag innen nyugat Magyarországról fogjuk kapni az ellenfelet. Úgyhogy ez a másik taktikai rész, hogy abban próbáljunk meg minél előrébb kerülni, és talán lehet, hogy abban a Magyar Kupában könnyebben fogunk tudni eljutni a 4-es Final Four-ba a Magyar Kupában, és akkor azzal esetleg ki tudjuk vívni a nemzetközi kupa szereplést. Hát én ehhez sok sikert kívánok, meg nyilván elsősorban majd, vagy először a holnapi Kisvárd elleni mérkőzés, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Önök pedig ne menjenek sehová, hiszen itt a Bajnokok Városában még egy hosszabb összeállítás hátra van. Minden évben több ezren állnak rajthoz szeptember elején, most már hagyományosan több mint 20 éve a éppen most Vízzer félmaratonnak hívott versenyen, és itt a több ezer induló között nagyon-nagyon sok Fehérvár, illetve Fejér megyei indulóra lehet találni. Úgyhogy most ezzel a bejátszóval köszönöm meg már megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A 32. Vízer Budapest félmaratonra összesen 15 ezeren neveztek, köztük 2500 külföldi futó 72 országból, ami fantasztikus nevezői létszámnövekedés. Ugyanígy rekord az 1700 váltócsapat, akik párban vagy trióban osztozkodtak a 21,1 kilométeres távon. 1200-an pedig életükben először vágtak neki a félmaratonnak. A hazai futók több mint fele vidékről érkezett, összesen 903 településről. A megyei rangsorban, Pest megyét nem számítva, Fejér megye az első 298 célba érkezővel. Ebből Székesfehérvárt 127-en képviselték. Köztük a leggyorsabbak Farkas Dárius Ádám és Szabó Veronika voltak. Székesfehérvárról érkeztünk, a Papagino Varázs futoda futamán indultunk a lányommal és egy kolléganőmmel, mind a hárman zenélünk. Úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy a zenészek is ugyanolyan sportosak, mint a többi más munkaerő. Számomra ez a leghajlíthatóbb félmaratoni befutó volt, hogy a lányommal futhattam együtt be. Úgyhogy remélem, még sok ilyenben lesz részünk együtt. Soha nem egyedül érkezem, mindig
a Székesfehérvári gyermekotthon, vagy budapesti gyermekotthon a Kossuthból hozok ki egy állami gondot a gyermeket, akinek szerintem esélye nincs, hogy egy ilyen tömegversenyre kijusson. Hála és köszönet a Budapest sportirának, hogy minden évben, most már 9. éve itt vagyok az Árvákkal és tolok, mert azt gondolom, hogy minden gyereknek joga van gyereknek lenni, és ez az én kötelességem, hogy beleültessem, végig toljam, és írját ezt, hogy egy egészséges családban, egy futó családban van, és ebben az én Katica barátom mindig segít. Most éppen Tigris, de... Mindegy. De most mindegy. De ott vagyok, amint tudok. Elsősorban egy elmezverseny miatt öltöztem be, de úgy gondoltam, hogy mivel hogy már sokadik félmaratonom, ezért legyen benne valami buli és valami örültség. Nagyon tetszett az, hogy sokan biztattak, integettek, tapsoltak, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Váltó tagként álltam be, de egyénibe is neveztem. Szerettem volna végigfutni. Igazából két indoka van. Az egyik, hogy 3 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy látom a Guns N' Roses-t úgymond klasszikus felállással valaha élőben, és ez összejött. De 2 évvel ezelőtt azt sem gondoltam, hogy életemben először maratont is futok, és én úgy gondoltam, hogy viszonylag meleg van. Ez a verseny ennyi emberrel nekem nem tud a PB-ről szólni, akkor szóljon egy kicsit a buliról, és a végét én még meghajráztam, hogy azért egy kis egészséges mosolyjal érjem be az ember nevercserekként. Én kisfiammal együtt szoktam sokat edzeni, ugye reggeltől dolgozom délutánig, legalább délután is. Ugye este is közösen tudunk edzeni, hát ha meg már felkészülünk, akkor jó eljönni a versenyre. Ő lefele húzott általában, felfele meg én toltam, de jó volt, jó élmény volt igazából, elég jól bírta, úgyhogy jó tempóban mentünk. Visszatérés volt neked? Igen. Visszatérés az első félmaratonom november óta, amikor a Balatonon futottam immár akkor 15 hetes várandósan, úgyhogy alig eltelt azóta 10 hónap, úgyhogy ez az első félmaratonom. És mi az, ami ennyire vonzó benne, hogy már nem hagyhattad? Hát függő vagyok. Függő vagyok, a BSI a legjobb rendezvény, ami tényleg lehet. Rengeteg ember, nagyon jó a frissítés, nagyon jó a szurkolás, úgyhogy pont kidobta nekem a Facebook, hogy most futok 8. éve ezen a versenyen, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy remélem még egy jó párat fogok ugyanígy futni, és már remélem, hogy 2 év múlva a kisebb és nagyobb kislányommal együtt. Rendszeresen futok, rendszeresen veszek részt a BSI futóversenyein. Jól érzem magam, fellazít és jobban érzem a mozgást. Munkahelyemen is szaladgálok össze-vissza könnyedén, és jól érzem magam, ha futok. A feleségem is fut, jön mindjárt be. Én boldog vagyok, ha tudok futni. Az a legjobb gyógyír. Nem kell orvosságokat szedni, meg ilyesmi. Futni kell, és az egészséges. Harmadjára teljesítjük, én nem tudom, Zsuzsi. Én már sokadjára. Sokadjára, én harmadjára. És Budapestnek a legszebb részeit mutatják meg a futóknak. És van időnk megnézni, mert aki azt mondja, hogy nincs, hát ők a profik, az biztos, de nekünk van. Minden maximálisan nagyon jó volt, úgyhogy köszönjük az önkénteseknek is, akik olyan lelkesen szurkolnak minden. Meg az egyszerű budapestieknek, akik kijönnek szurkolni. Ez nagyon nagy erőt ad, amikor a kislányok, kisfiúk ott állnak az út szélén, és akkor van egy tábla a nyakukba, és ki van ugye ráírva, hogy egy plusz erőért csap bele, és akkor belecsapsz, és tényleg érzed magadban, ahogy megújult erővel tovább tudsz haladni, szóval szuper volt.